Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Távollét után visszatér eredeti helyére, hétfőn a Pirkadat, vendégeként úgy zárás előtt, utolsónak, de nem utolsó sorban, ő hozza meg az egész hétre a lelki-kulturális feltöltésünket. Egy színész, rendező, oktató, Kossuth Díjas, és még holnapig sorolhatnám a kitüntetéseit. Egy olyan színész, aki egy olyan színházban dolgozik, ahol a 125. évadon munkálkodnak más, nem más, mint Hegedűsdé Géza, színművész, hosszú. Szia, jó Géza, reggelt, jó reggelt! Hogy bírtad ki nélkülem? Hát nagyon nehéz volt. Tényleg. Most, ahogy mindig gyalogosan jövök be ide a stúdióba, és amikor először meghívtál magadhoz, és akkor ebből egy folyamat lett, akkor a Nagy Diófa utcában épp egy építkezés kezdődött, egy ilyen hatalmas, nagy, többlakásos beruházás. Ennek már tulajdonképpen 2 éve, és képzeld el, hogy még most van befejezésnél, most tart ez a hatalmas épület, mindig szemmel tartottam minden hétfőn, és mint egy ilyen drukker, hogy jaj, de jó lenne, ha már ezzel fölépülne, és itt laknának benne emberek, és fognak lakni benne emberek. Vagyis azt jelenti, hogy mi itt beszélgetünk reggelente, emberek születnek, fölnőnek, új lakást keresnek, igen, és az élet az él tovább. Nélkülünk is, Péter! Lassan már a költözésre készülünk, és új állomás helyre. Hol lesz ez az új állomás? Költözünk. Én nekem Bajza ez novum. Utcába. Hol? A Diplomata negyed szélére. Én azt sem tudom, hol van a Diplomata negyed. Valahol, ahol van egy nagy épület. Hanyadik a Lövölde, ez? A Lövöldetér? Lövöldetér után ott van az Írószövetség. Ja, értem, tehát itt a Városligethez közelítve. Az utca másik végén. Azt a részt szeretem a város. Ott volt valamikor az újságírók székháza. Tehát a környék igen, nagyon igen. Jó. Lövöldetéren van egy csodálatos Arthur Köstler szoba. Így van. Na most kultúra, tehát még egy kulturáltabb helyre megyünk, innét elüldöztek minket, mert a zsidókat állandóan üldözik, csak az a baj, hogyha... Az a múzeumi negyed is, nem csak a diplomáciai. Igen, hogyha baloldaliak üldözik a zsidókat, illetve magukat baloldalinak nevező emberek, de azért jó veled beszélgetni, mert a kultúrában nincs baloldali, meg jobboldali, van kultúra. Egyetemes a kultúra, a középpontjában maga az ember áll a teljességében. Az ember úgy, ahogy a Jóisten megteremtette, szabadnak és a tehetsége szerint megáldottnak, és arra rendeltetve, hogy kiteljesítse az életét szabadon. A minap egy csinos nő megkérdezte tőlem, hogy hogy van a Hegedűsdé, és mondtam, hogy drága asszonyom, nézzen rá, ha üresek a kezei, akkor rosszul van. Ha benne van egy darabnak az anyaga, amit éppen is próbál, és viszi magával a kávéházba, az étterembe. Így van, gyűrten, kottával, na, akkor rajta. Szamárfülekkel, mit cipelsz éppen? Most éppen a Szerelmek Városa című példányt cipelem magammal a Víg Színház. Idén ünnepli, ez a 125. évada. Képzeld el, Budapest egyik legcsodálatosabb szellemi műhelye, ahol az igazi budapesti polgár ott találkozhat a saját életével, ülve a nézőtéren. Szerelmek Városa, 1944-ben Marcel Carné, Jacques Prévert forgatókönyvével, a német megszállás alatt titokban leforgattak egy filmet. Bár kiderült, hogy az egyik szereplőjük, aki egyébként a filmben is egy besugót játszik, képzeld el,
hogy ő volt a németek besugója. Ez kiderült, leváltották a szerepről, és ugyanazt a, azokat a jeleneteket újra egy másik szereplővel leforgatták. A középponti alakja egy pantomim művész, egy utcai bohóc, egy fehér bohóc, akit egyébként Jean-Louis Barrault, a csodálatos színész és pantomim művész alakított, az akkori fiatal, fantasztikus, furcsa, különös költői jelenség. Ugye a szólásszabadság a nullával volt egyenlő a Vichy kormány idején, a német megszállás idején, és rátaláltak a francia kultúrtörténetre egy olyan alakra, aki nagyon népszerű volt a 19. század első harmadában, Baptiste, az utcai mímus, és szavak nélkül mégis el lehetett mondani mindent, amit az emberről, az életről, a világról, a szerelemről, az igazságról, a szabadságról el lehetett mondani. Ennél fantasztikusabb, hogy az ember nem hagyja magát, de bármilyen körülmények közé is szorítják, nem hagyja magát az emberi szellem megerőszakolni, rátalál az önkifejezés formájára. A mi előadásunk ennek a filmnek egy színpadi adaptációja, zenés változatban, csupa fiatal ember csinálja, tulajdonképpen az idősebb generációból Gados Béla kollégám mellett még én reprezentálom ezt a generációt. Csupa fiatal, nem igaz, mert még Hirtling Pista kollégám is nagyszerű és csodálatos szerepet alakít. Nagyon klassz. Is. Miközben iszom szavaidat, ránézek az órára, és minek utána a forgatókönyv nálad az úgy működik, hogy mindig hozol valamit, amit fel igen. is tudsz olvasni. Erre van most 3 perc, 33 Na most képzeld el, hogy már itt kellett volna lennem augusztus 11-én, amikor volna. Is... Tessék? Volna, vártunk volna, is, de nem jöttél, mert nem voltál foglalva. Ünnepelhettük, de még mindig ünnepelhetjük, Heltai Jenő születésének 150. évfordulóját, ez egy csodálatos szellem. A magyar és egyetemes irodalomtörténet, színháztörténet, fantasztikus nagy alakja. Ő maga kortársa volt Revicki Gyulának, búcsúztatta. Majd megélte még az 1956-os forradalmat is, csak hogy micsoda életpályas, micsoda ív, mi mindenen keresztül kellett mennie. Nem háborúkon, megaláztatásokon. Én most egy finom kis versével biccentek neki. Az a címe, hogy Mozi. Vászon, homály, rikoltó hirdetések, muzsika, híradó, a film pereg, lóverseny, autók, pisse-flapperek, gangster, detektív, a lyoni érsek, New York-i árvaház, 1000 gyerek, az angol flotta, Chaplin bölcscsavargó, méhangú álomszőke, Greta Garbo, Hold, víz ezüstje, hervadó berek, Miki egér és bűvös meseszőnyeg, mely úttalan útján a levegőnek Bagdad fölé röpíti utasát, könny, kacagás, mint happy end a végzet, egy centiméter igazi költészet, és 3000 méter butasság. Szeptember 4-én lesz a Szerelmek városának a bemutatója, azt követően pedig felújítjuk a csomó előadásunkat, indul a színház nagy repertoárral, még most 28-án a 7. kerületben lesz egy 3 napos kulturális ünnep, ahol a színházak a repertoárjukkal, az ő kínálatukkal, de minden budapesti színház meg fog jelenni.
És hát most ezt ne spoilerezzük, inkább beszéljünk a zsidó nyári fesztiválról, ami amiben sajnos engem nem hívtak meg, pedig oly örömmel vettem volna részt a fesztiválon. Nem baj, majd akkor a másikon részt fogsz venni. Viszont kezdődik a tanév is a színművészeti főiskolán. Az majd szeptember 13-án. Hol tart az osztályon? Szeptember 13-án. Képzeld el, nyáron elengedtük őket egy hónapra nyaralni. Visszajöttek, elmentek egy lovastáborba, megtanultak lovagolni. Azt akarod mondani, hogy a jövő színészei lovagolni is fognak tudni? Természetesen. Vívni is tanulnak, sőt, van egy fiatal producer barátom, akinek van egy úgynevezett idéző, elbeteszem istálója, fiatal filmrendezőkkel dolgozik, és ezek a fiatal filmrendezők most jelenleg hárman, egy hölgy és két úr, ők már követik a mi gyerekeink munkáit, és most ebben a jelen pillanatban is az osztály három résztve osztva, egy ilyen low budget szerűen három kis filmet forgatnak. Ők maguk improvizálva a saját élethelyzetükből. És az a tervünk, hogy minden nyár egy része ezzel fog majd telni, és mire végzősek lesznek, mindenki csinál egy nagy mozifilmet. Nagyon klassz. Kedves nézőim, a pontos idő 9 óra. Fájó szívvel, de búcsúzunk egy hétre Hegedűs D. Gézától. Jó lett volna még beszélgetni. Aki természetesen visszatér régió szokásához, és minden hétfőn itt kezdi a hetet. Most következik a híradó, ami egy objektív híradó az én zsidó szemüvegemen keresztül. Akinek építő jellegű véleménye van, ne tartsa meg magának, nyugodtan ragadjon tasztatúrát, tollat, telefonáljon, írjon, végighallgatjuk, és lehet, hogy oda is figyelünk rá. Tehát következzék a híradó, és ne felejtsék el. Ma van zsidó, világ zsidó szemmel, van kívánság műsor, és még jobbnál jobb műsorok. Azt se felejtsék el, hogy pont egy hét múlva ugyanebben az időben éppen búcsúzni fogok Hegedűs D. Gézától, megint egy hétre. De aki többet akar Hegedűs D. Gézából, üsse fel a mozi műsorokat, és keresse meg, hogy éppen hol találják meg, melyik színházba, melyik szórakozó helyen, vagy éppen hol szaval valami nagyon talpra állító, szívhez szóló verset. Köszönöm, hogy ma is minket választottak, holnap is én leszek itt, ne felejtsék el időbe kinyitni a televíziót, de kérem, azt se felejtsék el, hogy mi 24 órát naponta azért vagyunk, hogy önök ne legyenek egyedül, jöjjön a híradó.